Két hetente vasárnap este jelentkezik egy fiatalos szellemű adás, melyben hazai és külföldi rövidfilmeket, művészportrékat láthatunk. A kísérletezés jegyében az élményekre és más kultúrákra nyitott gondolkodóknak ajánljuk a Perem Plus TV-t. Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Perem TV mai adásában először a Pécsi Eleven Fesztiválra látogatunk el az ifjúsági házba. Majd egyetemisták mondják el véleményüket a tandíj bevezetéséről. Most lássuk az Eleven Fesztiválon készített riportot. Sziasztok! Itt ülünk az ifjúsági házban egy vaságyon, egy sikeresen végrehajtott performance után, amit a Gandhi Alapítvány tanítványai hajtottak végre, itt az Eleven Fesztivál keretein belül. Gyenes Zsolt, aki mellettem ül, a Gandhi Alapítvány munkatársa, és őt kérdezném bővebben arról, hogy hogy kapcsolódik a Gandhi Alapítvány az Eleven Fesztivál rendezvényeihez, illetve rendezvényei közé. A gyerekek a Gandhi Alapítvány gimnáziumába járnak. Most első évfolyam és nulladik évfolyamon folyik az oktatás, tehát körülbelül másfél éve van nálunk oktatás az Alapítvány gimnáziumába. És a gyerekek hogy kerülnek ide a fesztiválra? Azt hiszem, amit itt hoztak, és ezt teljesen magukat hozták, én legalábbis úgy gondolom, és tényleg ők állították össze ezt a kis műsort, ez Eleven, a szószoros értelmében. Itt is formálódott, tehát nem is igazából performance, valahol egy kicsit a happening történések körében tartozik, tehát itt alakult ez a műsor. Egyszerűen arról szólt, amit ők gondoltak. Érdekes lett volna fölvenni, ami előtte történt. Az egész, körülbelül egy fél órával előtte bevonultunk a terembe, ahol ez a... Akkor látták ők először ezt a termet, ahol fog történni az előadás, és hát igazából előtte alakult ki a műsor. Békákat, edereket, ölj meg! Hallgass rám!
Szerepeltetek már nyilvánosság előtt? Igen. Én mondjuk, amikor még otthon voltam, Szakályban ott jártam egy balett iskolára, és ott az iskolának előadtunk műsorokat. És jöttek meg más faluból is megnézni bennünket. És ti többiek? Igen, én otthon a falumban, nagyon sokszor karácsony, minden ünnepségen, meg voltam Esztergomban, ott karácsonyra, ott is karácsonyra szerepeltünk, meg Budapesten volt egy ilyen sport előadás, hogy egy olyan sport szerepeket kellett mutatni. És milyen érzés volt ma itt fellépni, és hogy gondoljátok, mennyire sikerült? Hát kicsit izgultunk, eleinte megféltünk, de most már jól érzem hát magam. Hát inkább ilyen rögtönzés volt. Igen, szerintem is. Segítse a szerep szerint. Meg ez nagyon jó dolog volt, hogy mi ezt előadhattuk, mert ez olyan volt, mintha megmutattuk volna az embereknek, hogy mi cselekedjenek, igen, hogy ne a rosszat, hanem a jót. Kovács Márton az Eleven Fesztivál főszervezője, immár negyedik alkalommal. Először is azt kérdezném, hogy ez a negyedik fesztivál mennyiben különbözik koncepciójában az első háromtól? Hát az első három fesztiválon jazz, népzene és kortályzene is szerepelt. Ezt úgy nevezzük, hogy írott és íratlan zenei fesztivál, sőt, hát a harmadikon még színházi előadás is volt. És úgy gondoltam, hogy mostani fesztiváltól kezdődően külön-külön mutatnám be azt, hogy mi is maga a zene. És igazából itt nem is a jelzők az érdekesek, hanem maga a hangok, a zene. Tehát számomra nem az az érdekes, hogy ez népzene, vagy adott esetben a Lajkó Félix esetében tulajdonképpen teljesen meghatározhatatlan a zenei stílus, hanem az, hogy hogyan muzsikálnak együtt ezek a zenészek. Ezek nem klasszikus értelemben zenekarok, akik számokat játszanak, hanem olyan zenészek, akik folyamatosan bálokban, mulatságokban zenélnek együtt, és ennek a zenei folyamatnak a együtt megélés az én vágyam. Vezényeltétek itt a fesztiválon a dekorációs részleget. Mondanátok erről egy-két szót? Mindenkitől kaptunk végül is valami anyagot, a Lővé gimnáziumtól, az állatkertből, a polgárvédelemtől, honnan is kaptunk még? Hát a legnagyobb segítség a harmadik színháztól. Igen. És a legnagyobb segítség végül is a rajztanszék, ott az emberek, akik szerepeltek. Akik segítettek. És végül is ők hozták létre ezt az egész kivitelt. Egy ember tervei alapján állítottátok össze, vagy közben alakult? Igazából közben, fokozatosan. Igen, szóval ez volt igen. Egy alapkoncepció, ami szerint így fokozatosan alakult, ahogy jöttek az anyagok, az ötletek, az emberek új, meg új, frissebb ötletekkel.